Bizonyos csekkek befizetéséhez mostantól már személyi okmányok is szükségesek, hogy pontosan mit jelent ez, azt Panulin Ildikótól, a Magyar Posta ZRT szóvivőjétől kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kezdésről kodom. Jó reggelt kívánok! Mit jelent ez a bizonyos csekkek? Tisztázzuk tehát, akkor nem mindegyiket. Nem, egészen kicsi a változás egyébként, tehát egy kicsit nagyobb volt a szele az egésznek, mint amennyit. Az most van kint bőven. Így van, és eső is jött vele, hála Istennek egy kicsit leül a levegő. Szóval, hogy csak azoknál a csekkeknél igazából változás, ahol semmiféle jelzés nincsen, és nem igazán lehet tudni, hogy ki az, akinek küldik ezt. Aha. Ezt hívják jelöletlen csekkeknek nálunk. Na most természetesen előfordulhat, hogy például egy önkormányzat által kiadott csekknél nincs rajta ez a bizonyos FM jelzés, mert ez még a nyomda nem tudott átállni, és nem tette ezeket rá. Ebben az esetben a postai dolgozó automatikusan el fogja bírálni azt, hogy ő látja, hogy kinek megy, ez egy meghatározott jogi személy, és ezért nem fogja elkérni a személyigazolványt. Tehát tényleg csak azokban az esetekben, ahol nem tudja biztosan, hogy ki az, akinek megy a pénz. FM jelzés, aminek jelentése? Feltételes mentes. Ez a jelentése. És akkor van még egy jelzés, ez most bocsánat, én nem tudom, de egy kis papír. Ez az M. Az M. M az mit jelent? Az M egyébként 2007 óta már van, és az M az ilyen adó és illetékek. Ebből látszik, elárultam, hogy nem szoktam csekket fizetni, köszönöm adó szépen. És illetékek fizetésére használják ezt, úgyhogy lehet, hogy akkor ezt nem csekken fizet. Igen, mert egyébként ugye nyilván nagyon sokan már átért az elektronikus szolgáltatásokra. Egyébként érdekes, mert a csekek befizetése az viszonylag még mindig nagyon erős. Tehát ha jól tudom, akkor a 80%-a körülbelül a postákon zajlik. Egyébként az összes csekkforgalomnak hány százalékát lehetne mondjuk online intézni? Bármennyit lehet online intézni. Bármennyit lehet már? Tehát már nincs olyan befizetés, amit kifejezetten csak a postán lehet. Nincs ilyen. Nagyon jó. Tényleg a feleséged intézi ezek szerint a számlákat. Bocsánat, tehát ilyen. Ez mindenkinek saját döntése. Aha. Csak az emberek ezt megszokták. A posta 150 éve működik, megszokták azt, hogy oda mennek. Vidéken ez az egyetlen olyan hivatal, még az önkormányzaton kívül, ahova bemennek, elintézik a kis dolgaikat. Vannak emberek, akik szeretnek beszélgetni, találkozni. Egyébként ez utóbbi, ez, amit tetszik mondani, a postán nagyon jó hangulat van, és szoktam járni, azért csak, hogy megvédjem magam, csak én levélfeladás céljából megyek. Tehát a csekkeket és a befizetések valóban online módon intézem, de azt látom, hogy a nénik, bácsik ott állnak a kis csekjeikkel, és nagyon jó dumcsiznak. Tehát, hogy ez egy tök jó, olyan, mint régen tényleg a kocsma, vagy a kis lócára kijön, és ott mindent megbeszélnek, miközben várják a kis sorukat. Nyilván a település életének ez is egy része, hogy a boltban is beszélgetnek az emberek, akik ismerik egymást. Miért volt szükség egyébként erre a változásra? Ezt egy EU rendelet, egy 2015-ös Európai Uniós rendelet, illetve ehhez kapcsolódóan a magyar pénzmosás elleni törvény írja elő. És egyébként érdekes, mert ez a június 26-a is egy kicsit ilyen béna időpont, hogyha lehet így fogalmaznom, mert ugye nem hónap eleje, vagy nem év eleje, de hát ezt hozták meg 2015-ben, és gyakorlatilag így ez a jogszabály, ez az EU-s rendelet azonnal minden tagállamban rögtön hatályba lép. Tehát nincs olyan, hogy ezt még mi itt beültetjük a hazai jogszabályokba. Mindenhol ugyanez van. Egyébként visszatérve még erre a dologra, hogy egy kicsit ez a elkéri a személyigazolványt a postai dolgozó, ez nem egy olyan nagy dolog, ha bemegyünk a bankba, a saját számlámra. Nem fizethetek be úgy, igen. Meg megint csak ugye az a legegyszerűbb válasz talán, bocsánat, hogyha ön helyett mondom, de hogy a saját biztonságunk érdekében történik mindez. Hogy fogadták ezt az emberek, milyen visszajelzéseket kaptak? Ahol én postán voltam, tegnap is jártam egy-két helyen, ott gyakorlatilag semmiféle felzúdulás nem volt. Nyilvánvalóan nem volt még olyan, hogy mindenkinek mindent tetszene, de alapvetően van, aki már úgy jött, hogy így mutogatta a személyigazolványát, láttam egy ilyet. Egy újabb beszélgetési téma a postára gyűlöktek egyébként. Nálad van egy személy. Egy dologról még beszéljünk feltétlenül, ugye a feltöltőkártyás rendszernek, telefonoknak ugye a SIM-kártyáját frissíteni kell, legalábbis az adatokat, és ezt postán is megtehetik. Zajlik ez? Tehát hogy látja, milyen az érdeklődés? Épp tegnap néztünk utána, mert én is emlékeztem rá, hogy június 30-a ugye a határidő, és arra azt is tudom, hogy a szolgáltatók, a távközlési szolgáltatók megkérték a Magyar Postát, hogy a megfelelő helyeken is ugyanígy lehessen adatokat egyeztetni. Nagy a forgalom, tehát azt észlelték a kollégák, hogy egy kicsit fokozódott ennek a forgalma. Hosszabbított nyitvatartásra ugyanakkor nincsen szükség, tehát úgy tűnik, hogy ezt meg tudják oldani, tudják kezelni. Arra felhívtuk a figyelmet egyébként híreinkben is, hogy azért számítsanak arra az emberek, hogyha bemennek, akkor nem a csekk, hanem az adategyeztetés miatt, a mobilos adategyeztetés miatt lehet sor. Jó, nagyon szépen köszönjük a friss információkat, és befáradt hozzánk. Szépen. Köszönöm.